A mítoszok ugyan már régen elvesztek, de a művészek kezei nyomán a legendák istenei és állatai mindmáig fennmaradtak. A falvakban sétálva a lőzdomba vájt helyiségek ablakai felhívják a figyelmet magukra. A piros papír kivágások a fényben különleges árnyékokat vetnek, és életet lehelnek a környezetbe. Egy-egy életeleven figurát jelképező fantasztikus mintát könnyű vágó mozdulattal alakítanak ki. Ez az egyik legősibb hagyományos népművészet, a papír kivágás. Általában az ablakra ragasztják a műveket, amelyek a papír mellett az arany és ezüst fúliából, fakérekből, falevélből, szövetből, sőt bőrből is készülhetnek. Néha szerszámként vésült is használnak. Egy jól elkészített művön az állatok szőre, a fűzfa ága is világosan látható. Finom kidolgozottsága még a rajzokéval is versenyre kelhet. Az ünnepekre és házasságra készült, szimmetrikus szépségekben jó kívánságokat is elrejtenek. Hajdanában, a falvakban a papírkivágás minősége alapján értékelték a helyi nők ügyességét. Ezáltal a nők természetes örökösei lettek a papírkivágás művészetének.